nagyon gratulálok a győzelemhez. Fontos mérkőzésen adtatok 3 gólos győzelmet. Hogy értékeld a találkozót? Hú, egy nagyon kemény találkozó volt ez a mai. Tényleg vért izzadtunk a győzelemért. Hullámvölgyek voltak a mérkőzésen, volt, amikor mi vezettünk, volt, amikor ők, de igazából a végén higgadtak tudtunk maradni, és egy tetemesebb előnyre tettünk szert, mert jó volt a védelmünk, és abból annyi gólokat tudtunk szerezni. Második fél időben feljavult a védekezés, ezzel sikerült ellépnetek, ez minek volt az eredménye? Hát nyilván ugye a fél időben rendeztük a sorokat, és próbáltuk átbeszélni, hogy mind kellene javítanunk. Nyilván a támadójátékunk az működött, és tudtuk, hogy a védelembe kell, hogy valamit változtassunk, próbáltunk felkeményedni, úgy gondolom, hogy sikerült is, és így van, ez meghozta a sikert. Egy nagyon pikáns meccs ez, jövőre például már újra az Albafehérvár színében játszol. Hát én ezt a meccset úgy próbáltam felfogni, hogy ez is egy ugyanolyan mérkőzés, mint a többi. Nyilván azért eszembe jutott, ugye, hogy ebből a csapatba fogok igazolni jövőre, de úgy gondolom, hogy profi sportolóként ezt a kettőt kell tudni választani. Budaörs legjobb eredményét ért el biztosan az NB1-ben, mivel most már 8-ban végezésedik, 10. helyen nem végeztek jobb helyen, és mit szólsz ezt, hogy pont távozásod előtt így egy ilyen jó eredmény? Hát nyilván nagyon boldog vagyok, hogy ennek én is a részese lehettem, és lehetek, és hogy ez a kis csapat, ez nagyon jól így összekovácsolódott az alatt a pár év alatt, és tényleg büszkék lehetünk magunkra, úgy gondolom. De még van még 2 fontos mérkőzésünk, amiből azért egyet mindenképpen szeretnénk megnyerni. Köszönöm szépen! Gratulálok a győzelemhez! Fordulatos mérkőzés, és mérkőzésen nyertetek 3 gólal, mit gondolt, mi okozta a fordulatot? Hát nagyon készültünk erre a meccsre, szerettünk volna visszavágni a Fehérvárnak, ugye az első fél évben ott szerzett vereség miatt. Szerintem azon a meccsen is nagyon jól játszottunk, csak a végén voltak hibáink, és akkor tudta megfordítani a Fehérvár. Nagyon örülök, hogy ma sikerült a helyzeteinket nagy részt értékesíteni, és szerintem ez okozta a fordulatot a mérkőzésnek. Ebben a szezonban most szerezted a legtöbb gólt, 8 gólt lőttél, hogyan értékeled a saját teljesítményedet? Nagyon örülök, hogy ilyen jól játszottam, de nem ez a fontos, az a fontos, hogy nyertünk, és nagyon örülök, hogy ennyi góllal tudtam segíteni a csapatnak. 27-26 után 3 lerohanás gólt is lőttetek, az alakult ki ez a győzelem? Szerintem igen, az megadta ott az utolsó löketet, amire szükségünk volt, hogy behúzzuk ezt a mérkőzést. Gratulál a győzelemhez. Szerinted mivel kelkedtetek az ellenfél felé? Azt gondolom, hogy abszolút erre készültünk, hogy egy ilyen szoros mérkőzés lesz, úgyhogy a kis hibák kihasználásából tudtunk, én azt gondolom, hogy a végén ellépni, és ott szereztük meg a megfelelő bizalmat, hogy utána azt végigvigyük ezt az előnyt, úgyhogy én azt gondolom, hogy csapatként mindig tudunk egy játékos előrelépni, és akkor így azt gondolom, hogy ez volt a legfontosabb. Ellenfél kevés, hát úgy nevezetben direkt gyorsítottátok a játékot? Azt mondom, hogy mi többen vagyunk, tudjuk forgatni ezzel a csapatottan, igyekszik elosztani a játékidőt, úgyhogy igen, nagyjából ez is volt a terv, hogy azért, ha tudunk, akkor menjünk, de ne menjen ugye a technikai hibák rovására. Ez több-kevesebb sikerrel azért úgy megvalósult, de igen, nagyjából ez is egy cél volt. 9 gólt szereztél, te szereztél a mérkőzésen a legtöbb gólt, hogyan értik el a saját teljesítményedet? Hát azt gondolom, hogy kicsit nehezen melegedtem bele a játékba, aztán utána szerencsére nagyon jó húzásokat kaptam, zárásokat, és utána egész jól jött ki, úgyhogy örülök neki, örülök, hogy csapat segítségére tudtam lenni ezt. Hivatalossá vált, hogy a Budaörs megszerezte a történelem során a legjobb eredményt. A 8. helyenél rosszabb már biztos nem lesz a csapat. Valószínűleg a 7. hely is meg lesz, mert a Dunai Városon játszik a Győr ellen. Hogyan értik el az egész szezonot? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szezon volt. Mióta itt vagyok régóta, azóta tényleg a legjobb mindenféle szempontból. Persze voltak nekünk is nehézségeink, de azt gondolom, hogy ezt a meccset is csapatként mindig volt egy-egy játékos, aki egy-egy meccsen előrelépett, és akkor meghúzta a szekeret, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy közösségnek a szép munkája az idei. Innen van még plusz célotok, hogy a 6. hely megszerzése, vagy innentől már csak jutana a helyzet? Hát azt gondolom, hogy így most nyilván megint akadott egy löketet az utolsó 2 meccs, persze Debrecen nem lesz könnyű, de őket is itthon fogadjuk. A Békés Csabát mindenképp szeretnénk megverni, úgyhogy azt gondolom, hogy szeretnénk jó szájízzel most már tényleg
egy meccset biztosan fog nyerni még. Felszabadultan fogtok kettőn a Debrecenállal? Bízom benne, hogy igen, nálunk ezt soha nem lehet tudni, de remélem igen. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.